Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Na nézzük meg akkor, hogy mivel is foglalkozunk. Mit csinálunk? Coach képzéseink vannak, a coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben, egyébként egy angol szó, azt jelenti edző. Mit csinál egy edző? Kihozza a sportolóból a legjobbat és a legtöbbet, mi nem sportolókat edzünk, hanem, hát ha valakinek van problémája az életében, bármely területén az életének, és egy coachhoz fordul, akkor a coach képes arra, hogy az illetőt rávezesse a problémának a valódi okára és a megoldásra is. Vannak coachképző intézmények szerte a világban, Magyarországon 2013-tól hivatalosan elfogadott szakma, azóta ugye Magyarországon is kikerült már egy csomó coach. Mi lényegesen eltérünk bármilyen coachképző intézménytől, ami létezik a bolygón, egy az, hogy sokkal szélesebb körű képzést nyújtunk, kettő, sokkal kedvezőbb áron, és három, olyan dolgokat is tanítunk, ami túl megy a coachképzéseken, tehát túl megy rajta. Tehát ember és életismeretet, és az élet és az emberismerettel kapcsolatosan minden, ami felelhető és amire az embereknek szükségük lehet az életük folyamán, netán-tán későbbiek folyamán is. Tehát a coachképzésünk által az embereknek eljutatjuk azt a tudást és azokat a képességeket, illetve gyakorlási lehetőséget is, hogy olyan ember és életismerethez jussanak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a célok elérésére, és arra is, hogy ezt a tudást, amivel rendelkeznek, átadják mások számára, és egy olyan fejlődést érjenek el, amit lelki fejlődésnek nevezhetünk, így az emberek, ha olyan tudáshoz jutnak, akkor képességé válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön 2035-re aranykor lehessen. Elvileg 2012 év végéig a bolygón be kellett volna, hogy köszöntsön az aranykor, ez nem történt meg, és akkor örüljetek, örüljünk, hogy nem törölték az emberiséget akkor, amikor ez nem valósult meg, és örüljünk annak is, hogy esetleg nem robbantották szét a bolygót. Ugye tudjátok, nem tudom mennyire tudjátok, hogy nem ez az egyetlen emberiség, amely ennek a Földnek az életében volt, ezelőtt már volt 6 emberiség, és az mind törölve lett. Elsősorban abból az okból, hogy elkezdtek Istent játszani. Tehát a Földön az emberiségnek nem az a feladata, hogy Istent játszon, hanem az a feladata, hogy fejlődjön. Azért feladata, hogy fejlődjön, hogy képes legyen egy magasabb létformába, magasabb szintű létformába visszatérni. Tehát visszatérni. Mondhatjuk azt, hogy erre a Föld egy iskola. És ez olyan, mintha egy iskolában a tanulók nem a tanulással foglalkoznak, hanem minden egyéb mással,
akkor azt a tanulói gárdát szétzavarják és bezárják az iskolát. Na most ez egy lehetőség az emberiség, illetve a Föld számára, az, hogyha nem fejlődünk, nem tanulunk, akkor ezt az egészet bezárják és megszüntetik úgy, ahogy van. Jó? De erről majd még fogok beszélni. Na most honnan tudom ezeket? Hát elég különleges életutam volt abból a szempontból, hogy 34 éve foglalkozok emberekkel, akkor kezdtem el üzletkötői területtel. Emberek szervezésével foglalkozok kereke 30 éve. Vezetek embereket. Azt mondja, hogy 93, akkor 28 éve. És három, tehát mióta van saját cégem? 93 óta, és azóta 4 piacvezetői pozíciót sikerült a vezetésemmel elérni különböző területeken. 3 pénzügyi terület volt, egy pedig a coachképzések területe. Tehát az annyit jelent, hogy sikerült bebizonyítanom, hogy nem csak az anyagi téren tudok előre haladni, hanem szellemi téren is. De engem a szellemi tér mindig jobban érdekelt, csak gondolkodjon az, aki esetleg kifogásolja azt, hogy én bármikor is az anyagi téren eredményeket értem el, hogy 93 előtt nem is találkoztál olyan típusú képzésekkel, ahol a szellemiséget fejlesztik. Na most, úgyhogy onnantól kezdve nem is értem, hogy mit akarnak azok az emberek mondani, akik megkifogásolják például azt, hogy én az anyagi világ területén is kiemelkedő eredményeket értem el. Tehát ami azt jelenti, hogy én mindig olyan fajta ember voltam, aki azt állította magáról, hogy akár a jéghátán is megél, és ha bárki ezen a bolygón, illetve nem bárki, mindenki ezen a bolygón munkanélküli lenne, nekem akkor is lenne munka. Jó, tehát ami azt jelenti, hogy mindig tudtam, hogy mit akarok, és mindig fogom is tudni, hogy mit akarok, és mindig azért tettem a dolgomat, azon az elven tettem a dolgomat, mióta emberekkel foglalkozok, hogy de elsősorban ugye onnantól, amikor elkezdtem szervezni az embereket, tehát csapatot létrehozni, tehát 91 óta van saját csapatom, tehát onnantól azt mondtam, hogy én olyat akarok nyújtani az embereknek, amivel jól járnak, és ha ők jól járnak, akkor én sem járok rosszul. Mindig azóta ezen az elven működöm, tehát nem azon az elven, hogy meggazdagodjak, nem azon az elven, hogy megéljek, nem. Engem nem érdekelt igazából sose a pénz, annak ellenére, hogy pénzügyi területtel foglalkoztam, és tudjátok miért nem érdekelt? Mert tudtam, hogy annyit, amennyire szükségem van, úgyis megteremtek. És nem csak pénz formájában, hanem amire szükségem van, azt én úgyis megteremtem. Tehát ezt mindig is tudtam, és például most is úgy van kialakítva az egész rendszerünk, hogy a bevételnek a 75%-a ki van fizetve azoknak, akik a szervezésben részt vesznek. Na akkor szeretném csak úgy mondani, hogy mutasson még valaki egy olyan céget, ahol a bevételnek a 25%-át kifizetik a szervezők között. Tehát nem 75%-át, bocsánat. Tehát a bevétel 75%-át kifizetik a szervezők között.
Jó, tehát világéletemben az etika az kulcs szerepet játszott. Nyilván az embernek lehettek botlásai, de az a lényeg, hogy, az ember jó útra térjen. És nagy botlásaim nem voltak, nem is lesznek, de mivel a tudásom az nő, ezért egyre kevesebb hibát tudok felmutatni ugye az idő múlásával. És amit csinálunk, azt egy küldetés szereppel a hátam mögött csinálom, vagy hátam mögött csinálom, az azt jelenti, hogy volt egy látomásom. Tehát én mindig is tudtam, hogy a Jóisten kegyeltje vagyok, ezt mindig éreztem, és mindig is bizonyították. És volt egy látomásom, kár, hogy nem írtam föl, hogy mikor, de jó sok, nem, tehát mit tudom én, mikor lehetett, 10 évvel ezelőtt, vagy 10 éve körül, nem tudom pontosan, lehet, hogy visszanézném a hanganyagokba, megtalálnám, hogy mikor beszéltem erről először. Egy olyan, hogy létre kell hozni az aranykort a Földön. Az aranykor azt jelenti, hogy elnyomásmentes korszak. Jó? Ami egy előszobája egy következő létformának, tehát az már nem korszak, az létforma. Az azt jelenti, hogy magasabb rendű létforma, magasabb szintű létforma, ahol az ember már nem emberként él, hanem szellemlényként. Méghozzá mondjuk úgy, hogy angyalként. Szóval kaptam egy látomást avval kapcsolatban, hogy az én közösségemmel kell ezt megcsinálni, de egyébként nyugodtan nézzetek utána, hány olyan ember van a bolygón, aki három különböző, vagyis négy különböző területen piacvezetői pozíciót ért el. Jó? Nem sokkal fogtok találkozni. Oké? Tehát, hogy négy különböző piacvezetői pozíciót érjen el különböző területeken. Jó, tehát lényeg az, hogy, a coachképzésünk által mire lesznek képesek az emberek. Tehát az emberek megtanulnak helyesen bánni az életterületeikkel. És mik ezek az életterületek? Hát az embernek fontos, hogy tudjon bánni önmagával, más, a párjával, szüleivel, gyerekével vagy gyerekeivel, másokkal, munkájával, a pénzzel, a környezetükkel, hatóságokkal és az Istenükkel. Tehát ez 10 életterület. És tudjátok, van egy szomorú helyzet ebben kapcsolatban. Itt van a 10. életterület. Tehát az Istenbe való bizadalom, tehát mikor valaki bízik a jó Istenbe, vagy a saját Istenébe, kinek melyik jobban tetszik, nekem mindegy. Jó? Tehát, hogy a saját Istenedbe bízol, vagy a jó Istenbe bízol, vagy az öreg Istenbe bízol, nekem ez mindegy, az a lényeg, hogy legyen hited. Jó? Tehát, mi bizonyítja azt, hogy valakinek nincs hite, vagy van hite? Jó? Tehát egy olyan ember, akinek van hite, és teszi az életben a dolgát, amit egy embernek tennie kell, akkor nem kell attól tartania, hogy idő előtt meghal, mert az Istene úgyse hagyja. Világos ez? Tehát ugye ezt nagyon sokszor lehetett hallani Isten hívőktől, hogy a jó Istene megmentette, vagy a jó Isten úgyis megment, vagy a jó Istenem úgyis segít, stb. Stb. Na most én azért kérdezném, hogy vajon azoknak mi van a hitükkel, akik attól féltek, hogy belehalnak a koronavírusba, és ezáltal beoltották magukat.
csak úgy megkérdezném. Hova lett az Isten hitük? Tehát bebizonyították, hogy nem hisznek a jó Istenükbe. Persze az ő döntésük, hát szabad akarat van, semmi gond nincs ezzel, valaki beoltatta magát. Ám legyen, ám tegye. De ezzel mondom, bebizonyította ő, hogy nem hisz a saját teremtő Istenében. Jó? Most akkor nézzük tovább ezt a kérdést, de nem csak ugye ez az egy terület, hanem az összes terület fontos az ember életében, hogy az ember jól érezze magát a saját bőrében. És azok a képzések, amiket tartunk, majd mindjárt lesz szó róla, hogy milyen képzések és mennyi időben vannak ezek, azok mind ezen a területen segítséget nyújtanak. Tehát az ember úgy működik, hogyha tanul és fejleszti magát, persze olyan dolgokat tanul, ami ezekre a területekre vonatkozik, akkor egyre kevesebb hibát halmoz föl az életében, és az ember, akkor nézzük, jó, most így félbevágtam a mondatot, de akkor menjünk egy kicsit vissza. Az életünkben semmi nem véletlen. Na jó, egy kis tanítás, de módszereket úgyse fogok adni, a módszereket azt nem itt adom, hanem a coach képzésekben. Tehát egy kis tanítás. Tehát ezen a bolygón semmi nem véletlenül történik. Mindennek oka van, és az oknak okozata van. Tehát ami az életedben történt veled, az egy okozat, és annak az okát te hoztad létre. Mindig, minden esetben. Bár a legtöbb ember, főleg itt a nyugati társadalomban, másokat hibáztat, ha egy problémája létrejön. Legalábbis ugye próbálja a saját felelősségét elhárítani avval a probléma okozásával kapcsolatban. Számos olyan problémát lehetne, tudnál felsorolni, ahol ezt példaként tudnád mondani. Na most, de gondold végig, miért, vajon miért csinálják ezt az emberek? Ugye azért, mert ha egy problémát bevallanának maguknak, hogy ők okoztak, akkor ez az önbecsülésüket, önértékelésüket, önbizalmukat úgy gondolják, hogy csökkentené. Ezzel az a probléma, amikor az ember így jár, hogy nem vallja be magának, hogy egy problémát ő idézett elő, az következik ebből, hogy az illető nem is fogja megtalálni a problémájának a valódi okát. És ha egy ember nem találja meg a problémájának a valódi okát, akkor nem is fogja megoldani. Legalábbis, hogy jól nem fogja megoldani, az hold biztos. Na most az ember, illetve úgy is mondhatnám, hogy minden ember, ha épp elmélyű, akkor logikusan gondolkodik úgy, hogy ő szeretne a problémáját megoldani. Tehát ez teljesen logikus, nem? Szeretné, hogy az a problémája megszűnne. Vagy létre se jött volna, de ha már létrejött, akkor legalább megoldódna. És nyilván úgy, hogy az neki jó legyen természetesen. Ez ugye teljesen épelmélyű gondolkodás. Semmi gond nincs ezzel. Igen ám, de magától egy probléma se fog megoldódni. Sőt, ha egy ember arra vár, hogy egy probléma magától megoldódjon, akkor abból az lesz, hogy még nagyobb probléma lesz.
Tehát a problémák azok maguktól nem oldódnak meg. Sőt, ha megnézed az életedben, még a kis problémák megoldásához is szükség van arra a területre irányuló tudásra. Minél nagyobb probléma, annál nagyobb tudásra van szükség. De hiába van az embernek tudása mondjuk egy probléma megoldására, ha nem tudja a valós okot. Persze megoldható valós ok nélkül egy probléma, de azt a problémát az illető létre fogja hozni újból. Tehát mindig, amikor az ember nem jön rá arra, hogy a problémájának mi a valódi oka, az illető meg fogja ismételni annak a problémának a létrehozását. És ahányszor nem teszi azt, hogy rájöjjön a valódi okra, létre fogja hozni újból és újból ugyanazt a problémát. Vagy a problémához nagyon hasonlót. Ez nagyon egyszerű logika, mert nem tudja, hogy hogy hozta létre. Világos ez? Ha egy ember nem tudja, hogy hogy hozott létre valamit, hogy hogy hibázott, akkor azt a hibázást elköveti újból, meg újból, meg újból, meg újból. Csak ezzel tudod, mi a baj? Hogy az ember nem azért született, hogy ugyanazokat a hibákat sokszor elkövesse, hanem azért született, hogy azt a hibát egyszer elkövesse, rájöjjön a valódi okára, rájöjjön a megoldásra, és kijavítsa azt a problémát. Úgy, hogy végérvényesen. Magyarul többet ne hozza létre. Na akkor ugye megkérdezném, hogy hogy tudja megoldani ezt az ember tudás nélkül? Hogy? Az elmúlt 11 évben, mióta főtevékenységben foglalkozok az emberek fejlesztésével, azóta az ember és az élet működésével kapcsolatban nem tudtak olyan kérdést feltenni, amire maximum mondjuk 3 perc múlva ne jött volna meg a válasz. És ezekben a válaszokban még nem csalatkoztam, illetve mások sem, akinek adtam a választ. Van egy közvetlen kapcsolatom a fentiekkel, akik informálnak a múltról, jelenről, jövőről. Jó, a jelen az mindig csak pillanatnyi, tehát inkább azt vessük el, a jelen kérdést, mert az mindig pillanatnyi, tehát az mindig adott pillanat a jelen, és a következő pillanatban az előző pillanat jelen az már múlt. Jó, tehát ezért a jelent azt nem érdemes a jelennel foglalkozni, tehát a múlt a lényeg, ami már nem változik, és egy másik a lényeg, ami még változtatható. Mert a jövő az képlékeny. És a te jövőd az nem mástól függ, hanem tőled. Oké? És ha jobban megnézzük, akkor az emberek gyakorlatilag általánosan, természetesen tisztelet mindig a kivételeknek, általánosan a legtöbb ember nem foglalkozik a jövőjével. Úgy gondolja, hogy eddig is volt valahogy, majd ezután is lesz valahogy. Csak nem gondolnak arra, hogy az eddig is volt valahogy, az a 20. század volt. És a 21. században már ez az eddig is volt valahogy, majd ezután is lesz valahogy, már nem így működik. És nem csak azért, mert ugye a második évszázad, vagy évezred akarom mondani, az már az emberek segítéséről szólna, nem csak ezért, hanem azért, mert lejárt az emberiségnek az ideje.
Ugyanis van egy párhuzamos emberiség, amely beteljesítette az aranykort. És ez a mi aranykorú, vagy mi emberiségünk itt a Földön, ez pedig ahhoz képest le van maradva. És ugye van egy faramúci helyzet ezen a bolygón, hogy a fentiek már nem tehetik meg azt, amit a hat emberiséggel. Tehát hogyha megnézzük ezt a hat emberiséget, ez több millió évig, éves időtartamot zárnak be. Tehát több millió éves időtartamot. Na most a több millió év alatt, illetve azóta, mióta a bolygót létrehozták, az univerzum nagyon nagy mértékben tovább terjeszkedett. És nem magától terjeszkedett. Tovább, nem az ősrobbanás révén terjeszkedett tovább, hanem a magasabb szintű létformában élők tevékeny közreműködésének, munkájának köszönhetően új és újabb naprendszereket hoztak létre. Mióta a Föld létrejött, mióta a Földet létrehozták, illetve a mi naprendszerünket létrehozták. És azóta a mi bolygónk, illetve a mi naprendszerünk már nem az univerzum szélén van, hanem az univerzumhoz képest már közelebb vagyunk a központhoz, mint az univerzum széléhez. Ami annyit jelent, hogy ez olyan, mint egy város. Például Budapest, azt ugye tudjátok, hogy Pest az régen a kiskörút volt, tehát a múzeum körút volt. Ott volt a Pest határa. Majd ugye tudjátok, hogy a József körút volt Pest határa. Majd tudjátok, hogy a Hungária körút volt Pest határa. És tudjátok, hogy most már Pest határa, hát most már inkább azt mondanánk, hogy lassacskán az M0-ás. Oké? Na ugyanígy képzeld el az univerzum kiépülését is. Ugyanígy. Persze hosszabb idő alatt, mint amennyi alatt Pest kiépült természetesen. Na most ez azt jelenti, hogy képzeld el, mondjuk azok, akik Pest határában laktak, amikor a múzeum körút volt a határ, hát az most a belváros. Sőt, már a József körút is szinte a belvároshoz tartozik. Érted? És gondold végig, hogyha akik régen beköltöztek mondjuk oda, akkor még külvárosba, családok, és mondjuk nem költöztek volna el, és azok a város szélén hát elfértek akkor, de most már a város közepén vannak. Érted? És olyankor mit csinálnak a városokban? Hát akik nem kívánatosak ott a városközpontban, azokat megpróbálják kitelepíteni. Világos ez? Hogy csinálták ezt itt Budapesten? Például mondok ilyet, jó? Például a József Attila lakótelep helyét fogták, azt ledózerolták. Mikor? A 60-as években. Oké? Vagy például a 8. kerületben a Baross utca, ha megyünk befele a városba, a Baross utca bal oldalán most 10 emeletes házak vannak. Ott fogták és az egészet ledózerolták, a 10 emeletes házak helyét. Így költöztették ki a lakosságot. Világos ez? A nem kívánatos lakosságot. Oké? Akkor nézzük tovább. Például a Corvin környékét, ha megnézed, ugye régen, hát ilyen
ilyen úgy lehetne mondani, hogy gettó volt. Most bemész, és csodálatosan néz ki. Érted? Azokat az elemeket, akik nem voltak kívánatosak, azokat szépen elintézték, kiküldöztették. Világos ez? Na most mi is így vagyunk a bolygónkkal, csak hogy világos legyen. Ugyanígy. Az emberiség egy magas rezgésű faj. Ugyanolyan magas rezgésű, mint akik létrehoztak minket, a fentiek. Tehát magas rezgésűek. Csak az emberiség olyan alapon lett létrehozva, részletekben most nem megyek bele, hogy van egy másfajta működése is. Képes arra, hogy nagyon rossz rezgésű legyen. Méghozzá akár az egyik pillanatra a másikra. Tehát bizonyára észrevettétek már, hogy vannak emberek, akik egyik pillanatban még jó hangulatúak, trillalalalala, a másik pillanatban meg bum, már depressziós. Érted? Tehát egyszerűen fogja és bekattan, és már is rossz állapotú. És hát hogyha megfigyeled, mondjuk az elmúlt másfél évnek a változásait, akkor észreveszed, hogy az emberek hangulata jócskán leromlott. Méghozzá a többség hangulata jócskán leromlott. Tehát az emberek hajlamosak arra, hogy akár tartósan rossz hangulatok legyenek. De ezzel úgy különösebb baj nem lenne, csak tudjátok mi a baj ezzel? Hogy benn vagyunk az univerzum belvárosába. Ezzel az a baj. És az univerzum belvárosába nem lehetnek rossz állapotú lények. Világos ez? És vagy felemelkedik az emberiség hangulata, vagy ki lesznek telepítve. Oké? Okay. De nem ennyire egyszerű a dolog, ugyanis van egy nagy probléma, hogy miért lett az emberiség rossz hangulatú. Mert nagymértékű elnyomásban részesültek az emberek az elmúlt évezredekben. És most, az elmúlt másfél évben bolygó szinten, tehát ha bolygó szinten nézzük, ennyi országban egyszerre még nem volt elnyomás. Tehát a történelemben még soha nem fordult elő, hogy egyszerre ekkora elnyomás legyen a különböző országok esetében. Oké? Okay? Soha nem fordult elő. Tehát olyan volt, hogy egyes országok, vagy akár tudom, földrészeken több országban is elnyomás jött létre, lásd háború, világháborúk. De olyan nem volt, hogy az országok zömében egyszerre bum, elnyomás. Ez csak most volt. A koronavírusra hivatkozva. Oké? Na most tök mindegy, mire hivatkozunk, akkor is elnyomás. Oké? Na most ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy ez egy teszt. Teszt, hogy hogyan reagálnak az emberek a hülyeségre. Oké? Szó szerint. Mennyire hisznek el dolgokat, vagy mennyire nem. Ezt onnan is tudom, hogy ezt már többször megkérdeztem. Kezdetben azt mondták, hogy tesztelik az emberek tűrőképességeit, és most is ezt mondják, hogy teszt. Teszt. És már nem tűrőképesség teszt, hanem csak simán teszt. Oké? Okay? Tehát a tűrőképesség vizsgán nem mentünk át.
a lényeg az. Oké? Tehát tesztelik az embereket mire? Oké? Nézzük meg. De még mielőtt megmutatnám, hogy mire tesztelik, annyit azért elmondanék, hogy azért csináljuk, mert a fentiek megbíztak vele minket. Jó? Tehát, hogy aranykorba bevigyük az embereket. Hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján. Nézzük meg, mi az, hogy lelki fejlődés. A lelki fejlődésnek van 7 szintje. A legtöbb ember most az 1-es, 2-es lelki szinten működik, az aranykorba jutás a 6. lelki szint elérhető el, a magasabb létformába kerülés pedig a beteljesüléssel a 7. lelki szinten érhető el, de az csak a küldetés, illetve az aranykorba jutást követően tudják az emberek megvalósítani, mert az ember úgy működik, hogyha elnyomást kap, akkor sajnos hajlamos a hullámzó fejlődésre. Tehát magyarul fejlődik, visszaesik, fejlődik, visszaesik, fejlődik, visszaesik. Na most egy különleges helyzetben van a Föld, ugyanis az előző emberiség idején és egy másik időszakban is harcok dúltak ezen a bolygón, illetve nem csak a bolygón, hanem a naprendszeremben. És milyen harcok? A naprendszerért, illetve a galaxisért. És azok közül, akik az ellenségek voltak, azok közül sokan lemenekültek a Föld mélyére, és azóta is lelkeket gyűjtenek a szaporodáshoz. Mert ugye egy lélek nélküli test az nem tud gondolkodni. Tehát csináltak olyan, mit tudom én, milyen kutató csinált egy olyan orvos, egy olyan felmérést, hogyha egy ember meghal, mennyit csökken a halála pillanatában a súlya, és ugye ez 21 gram. És ugyanezt a kísérletet megcsinálta állatokkal, éppen kutyákkal, ott semmilyen csökkenés nem volt. Tehát a kutyából nem száll ki a lelke, amikor elpusztul. De az emberből kiszáll. Tehát lényeg az, hogy ugye törekednek több ezer év óta, hogy megszerezzenek lelkeket, az emberi lelket a legkönnyebb megvásárlással megszerezni. Jó, erről most nem kívánok hosszabban értekezni ennek a lélekvásárlásnál, bár tudnék erről konkrét tájékoztatót adni, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ezek a lények, akik ellenségesek a fentiekkel, ezek egy, meg akarnak szerezni lelkeket az emberektől, kettő, meg akarják szerezni a naprendszert. Na most, őket kifüstölni nem lehet, mert nem a Föld felszín, hanem a Föld mélyén vannak. Ezért védettek, biztonságban vannak, igen magas technikával rendelkeznek, egyenértékű a technikájuk a fentiekkel. Viszont jóval kevesebben vannak, mint a fentiek, vagy mint az emberiség, természetesen. De ha az emberiség nem éri el, nem ér el valamit, amiről mindjárt beszélek, akkor ugye van rá esély, hogy a lentiek az emberiségben társat találnak. És az emberiségem társat találnak, akkor ugye testeket létrehozni nem egy nagy feladat. Nem is az a lényeg, mert nem a test a lényeg, hanem
Az a lényeg, hogy milyen lélekszámban vannak a gonoszok meg a jók. Ez a lényeg. És ha túl sok a gonosz, akkor átveszi a jó fölött a hatalmat. És egy olyan világban élünk, ahol ugye billegünk ebben a kérdésben, mint egy mérleg. Ami azt jelenti, hogy mi vagyunk a mérleg nyelve, mi emberiség. És az a kérdés, hogyha az emberiség rezgése lecsökken, akkor könnyen olyanná válnak az emberek, ami jó ezeknek a gonosz erőknek, gonosz isteneknek. Jó? Na most, ha az emberiség rezgése jó, magas, jó magas, amilyennek kell lenni, vagy kellene lenni, akkor ugye ez úgy működik, mint mikor egy ember bemegy egy olyan szobába, ahol csupa rossz állapotú ember van, bemész jó állapotuként, és egyszerűen nem tudsz abba a szobába megmaradni. Mert ki kell onnan jönnöd, mert egyszerűen kibírhatatlan neked az a légkör, az a rezgés abban a helyiségben. Na ugyanígy vannak a lentiek is. Tehát azért lett felemelve a bolygó lakosságának a lélekszáma, hogy világosak legyünk ezzel kapcsolatban, hogyha sok embernek magas a rezgése, akkor ellehetetleníti az egy energiatérben működő alacsony rezgésű lényeknek az ott létét. Igen ám, de ez most megfordult. És az emberiség rezgése az nem emelkedett az elmúlt mondjuk 40-50 évben, hanem csökkent. És hiába küldik le a magas rezgésű lényeket, hiába küldik le a kristálygyerekeket, az indigo, kikkel kezdték, indigokkal kezdték, majd ugye küldték a kristálygyerekeket, majd utána a szivárvány gyerekeket, most meg már mind a hármat küldik, amit csak lehet. És hiába, egyszerűen a médiának a hatására az emberek bebolondulnak, és alacsony rezgésűvé válnak. Na most a média kézen közön olyan tulajdonban van, akik a lenti lények által hipnotizáltak. Tehát a lenti lények által hipnotizáltak. Ezáltal gyakorlatilag ezek az emberek tudtukon kívül támogatják az emberiség rezgésének a csökkenését. És ugye az a probléma ezzel kapcsolatban, majd mindjárt mutatom, jó? Tehát az aranykorba, ha valaki bekerül, úgy kerülhet be, hogy képes békében és szeretetben élni. És a hetedik lelki szintre jutva, pedig akkor jut az ember, ugye az aranykorban majd, ha megtanulja a feltétel nélküli együttműködést is. Na most, ráadásul ezek saját csapat nélkül nem működnek. Tehát egyszerűen nem működik. Melyik? A 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es? Az nem működik. Jó? Azért csináljuk, mert 2026-ig folyik a kiválasztás annak, hogy kik fogják tanítani az aranykorba jutókat. Azért csináljuk, mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van a lelki fejlődés.
Azért csináljuk, mert már előkészülünk, hogy 2035-ben aranykor lehessen. Azért csináljuk, mert az emberek azért vannak a Földön, hogy a lelkük arra a szintre fejlődjön, az aranykorban, hogy egy magasabb létformába kerülhessenek. A magasabb létformáról csak annyit, hogy biztos mindjárt hallottatok már olyanokról, hogy angyalok. Jó, és az angyalok az egy magasabb létforma. És az angyalok az isteni kasztba tartoznak. Jó? Tehát ott kezdődik az isteni létforma. És az embernek is vissza kellene kerülni, onnan jöttünk az angyali létformából, és vissza kellene kerülni az angyali létformába. Jó? Tehát magyarul haza kéne menni. Oké? A fentiek üzenetei az embereknek. 2035-ig aranykornak kell lenni ezen a bolygón. Csinálhatod a kis játékaidat ebben az életedben, mert szabad akarat van. Ezt csak én tettem hozzá. De ha nem lesz aranykor, a következő életed az univerzum szélén létrehozott kőkori bolygón lesz. Jó, ha tudod. Ha nem lesz a Földön aranykor, töröljük a Földet a bolygók sorából. Az aranykor az elnyomóktól mentes, tudatos emberek kora. A fentiekként a szellemi segítséget nyújtjuk, az aranykorért együtt tudjátok, az aranykort együtt tudjátok létrehozni. Tehát fentiekként a szellemi segítséget nyújtjuk, az aranykort együtt tudjátok létrehozni. Tehát nem külön-külön. Már most kell elkezdenetek, vagy elkezdened a tanulásodat, mert csak úgy juthatsz be az aranykorba. A PPA-nál szükség van olyan emberekre, akik együtt tudnak haladni az aranykor felé, akik majd vezetik a többieket. Jó, ennyi az idézetek rész. Ez ember az életjobbító kócsképzéseinket, az ember és életjobbító kócsképzéseinket igénybe veheted személyesen a helyszínen, vagy élőben az interneten keresztül. Tévén vagy rádión. Illetve videó vagy hangfelvételről. Továbbá le is töltheted. Nyilván telefonra vagy akármi más felvételhordozó eszközre. És akkor vannak kócsképzéseink. Egy hónap kb. 30 óra, van olyan, hogy life coach szemeszter, ez áll etika coachból, eredményes tanulás coachból, önismeret coachból, hangulatjavító coachból, személyiségfejlesztő coachból, elnyomás feloldó coachból, happiness, boldogság coach szemeszter, önbizalomteremtő coach, szeretetteremtő coach, párkapcsolat coach, gyermeknevelés coach, egészségteremtő coach, boldogságteremtő coach, van business coach szemeszter, célmegvalósító coach, kommunikációs coach, emberi bánásmód coach, hatékonyság coach, növekedés coach, leszoktató coach, pénzteremtő coach. És van líder coach szemeszter, szervezetvezető coach, probléma megoldó coach, sikerteremtő coach, életszervező coach, marketing coach, konfliktusfeloldó coach, akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képesekké válnak megoldani az életüket és eljutni az aranykorba. Tehát minden olyan dolgot tanítunk, amit én tudok, illetve amit én fogok tudni. Jó? Tehát mindent. Égi üzenetek, további égi üzenetek, ostobaságra val, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulnia az emberrel az élet és az élettel való helyes bánásmódról, illetve ezekben nem kell fejlődnie. A lelki fejlődés az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menned. Ezen az úton nem lehet megállni vagy lelépni róla, mert mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni. Az nem lelki fejlődés, ha magadért fejlődsz, másokért kell fejlődni. Vagy fejlődsz, vagy szenvedsz, már nincs más út.
további égi üzenetek. Az emberiség vagy 2035-ig létrehozza az aranykort a Földön, vagy tovább nincs értelme a létezésének. Legalábbis itt a Földön. A módszereket is átadó. Ja, következő. Ha nem veszed észre a lelki fejlődésed, szükségességet, a szellemiség és a teremtőd szerepét az életedben, tártkarokkal hívsz magadhoz minden rosszat, ami csak létezik. A módszereket is átadó lelki fejlődésre a fentiek által kiválasztott hely, a PPA Nyílt Akadémiája. És akkor erre lehet mondani, de hát miért pont az? Jó, akkor kérdezem csak úgy, aki ezt gondolja, hogy mondjál nekem mondjuk magamon kívül olyan tanítok, aki mondjuk 9 évnyi tudást át tud adni. Hm? 9 évnyit. De használhatót, nem csak locsok, hanem használhatót. Tehát nem leértékelve bárkit. Tehát vajon szerinted miért választottak ki? Oké? Az aranykor az elnyomóktól mentes, szeretet, béke és boldogság kora. Tehát az elnyomókat szépen ki fogják addigra vonni. Tehát az elnyomóknak szerepe van jelen pillanatban. Miért? Mert ők csinálják a kiválasztást. Oké? Ugye ez úgy működik, hogy értsétek. Mondok példát, jó? Tehát fentről kaptam azt az értesítést, hogy akik beoltották magukat, azoknak az őrangyalaik vették a kalapot. És elköszöntek tőlük. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden végleges ezen a bolygón. Tehát mindenki saját maga alakíthatja a saját sorsát. Az azt jelenti, hogy van visszaút. A visszaút az azt jelenti, hogy elkezd hinni és elkezd fejlődni, tanulni. Vagy nem, jó neki így, ahogy van. Neki az a célja, hogy ő menjen nyaralgatni. Az a célja, utána néztem ennek is. Jó? Például annak utána néztem, hogy hogy tudnak menni az emberek külföldre nyaralni. Külföldre. Magyarországon is tudjuk, hogy hogy lehet menni. Ugye védettségigazolással. Hogy lehet menni külföldre? Nagyon kevés ország fogadja el a védettségigazolásunkat. A legtöbb országban nincs védettségigazolás. Világos ez? Tehát nincs. Magyarul kitörölheted vele a fenekedet külföldön. Jó, van Horvátország, ahol nem, de máshol, meg Macedónia talán, ahol nem. Érted, tengerpartra figyelembe véve, ugye nyár hova szoktak menni az emberek jellemzően? Hát tengerpartra. Kitörölheted vele a fenekedet egyéb országoknál. Oké? Ne, arra se jó, mert túl kemény, tudod. Mert nem papírból van. Szóval lényeg az, hogy mi kell hozzá, hogy kimenj. Tudod, mi kell hozzá? Teszt. És ezek a tesztek ilyen 50%-os hatékonysággal működnek. Most onnantól kezdve elmész tesztelni, vagy azt adja ki, ami tényleges, vagy nem. Érted? Beszéltem például ugye egy olyan ismerősömmel, aki Olaszországban van. Olaszországban azzal foglalkozott, hogy szállásokat közvetített. És ugye egész évben, tengerparton. Egy gyönyörű szép kisvárosban. És beszéltem vele, és pang minden, kivétel a hétvége. De tudjátok miért? Mert akkor az olaszok kimehetnek a tengerpartra. Rengeteget voltunk június elején azon a környéken, Észak-Adria, és szeptember elején. És ugye június elején és szeptember elején azt tapasztaltuk mindig, hogy hétvégén minden dugig, és hétközben meg minden üres. Miért? Mert már hétvégén, vagy hétközben már nem mentek ugye a tengerpartra az emberek. Mert miért? Hát az iskolák miatt természetesen. És most még ennél sokkal rosszabb a helyzet, ahogy elmondja, hogy gyakorlatilag nem tudott kiadni szobát. Vagyis ez egy szállás, nem szobát, tehát ő apartmanokat ad ki. Apartmanokat.
Nem tudod kiadni. Egy olasz dolgozónak adott ki apartmant, de ki ott dolgozik? Illetve nem olasz, hanem egy külföldi dolgozónak, aki ott lakik. Hát ennyit tudod, egy apartmant tudod kiadni. Tehát gyakorlatilag a tévé otthon, ott Olaszországban azt mutogatja, hogy mennyien vannak, de hétvégén. Persze az olaszok mennek a tengerpartra hétvégén, szombat, vasárnap, akkor megtelnek a szállások, és egyébként meg ott van tök üresen. Jó? Na most én csak úgy mondanám, hogy szerintetek mikor fognak összezuhanni az országok turizmus nélkül? Nincs turizmus, Magyarországra sincs turizmus. Megnézed a jogszabályokat, úgy jöhet ide be valaki, hogyha teszteli magát, érted? A Magyarországon még szigorúbbak a jogszabályok, mint máshol. Végig lehet nézni, ilyen konzuli tájékoztatók vannak avval kapcsolatban, hogy melyik ország mit vár el a beutazáskor. Egész világon. Utána lehet nézni egy portálon. Hogy bárhova akarsz menni a világban, hogy melyik országban milyen elvárások vannak a koronavírussal kapcsolatosan. És azok között az egyik legszigorú Magyarország. Magyarul hol látsz te külföldi turistát Magyarországon? Nincs. És évente nem tudom hány millió éjszakát töltöttek el itt. Millió éjszakát töltöttek el, több millió éjszakát töltöttek el a külföldiek. Most nem jön senki. A magyarok se tudnak menni hétközbe. Hát nincs annyi szabi, hogy hétközben is ott legyenek a szállodákban, meg össze-vissza. Tudnak menni hétvégén, érted? De hát a pénz az elfogy. A magyarok nem olyan gazdagok, mint a külföldi turisták. Oké? Nem gondolkoztak? Nehogy azt gondolt, hogy a gazdasági válság elején vagyunk, vagy kifelé megyünk belőle. Nem az elején, tehát elején vagyunk. És nem kifelé megyünk belőle, hanem még az elején vagyunk. Itt olyan összeomlást tudnak generálni ezzel, érted, hogy beleződül a lakosság. Miért mondtam azt nektek már ezelőtt évekkel, hogy legyen 3 éves tartalékotok? Tehát ti azt gondoljátok, persze, mert a propaganda azt mondja, hogy ó, hát már elindítottuk a gazdaságot. Hol? Azért, mert bejárnak dolgozni az emberek. Eddig otthon dolgoztak, most meg bejárnak. Az az elindítás, hogy most otthon jár, de nem otthonról be kell menniük. Ez a gazdaság elindítása. És lettek új munkahelyek? De hogy lettek. Lettek új befektetők, ami létrehoznak munkahelyeket? Vagy lettek új vállalkozások az országban? Hát mennek csődbe a vállalkozások. Hát itt vagyunk egy helyzetben, gondold végig. Soha életben nem volt nyáron légúti megbetegedéssel kapcsolatos járvány. Soha nem volt, érted? Nyáron. Tehát légúti megbetegedéssel kapcsolatos. Mi a légúti megbetegedés jellemzően? Nátha, meg influenza. Érted? Amíg nem ismertük a koronavírus. Érted? Addig ez volt. És mikor voltak náthások meg influenzások az emberek? Nyáron jellemzően? Dehogy voltak. Hát már rég nincs járvány. Hát a járványokat megnézed, ha az influenzával kapcsolatos 2019-18-17-es adatokat megnézed, azt látod, hogy mikor kezdődik az influenza járvány, és mikor fejeződik be. Persze influenzások mindig vannak, csak nem járványszerűen. Érted? Meg van határozva, hogy mit tudom én, 100 000-ből hány beteg jelentkezik a tünettel, akkor azt mondják, hogy járvány. Ha az alatt van, akkor már nincs járvány. Tehát itt vagyunk szerte a világban, érted? Járvány már sehol, átterjedt a járvány, szépen megy át délre, érted? Mert ugye ott generálódik a tél, jön az ősz, ugye a déli féltekén ősz van, és ugye már lassan tél van, hát most már tél kezdődik, mert ugye náluk a déli féltekén ilyenkor kezdődik a tél. Persze most ott van a légúti járvány, mondhatjuk a koronavírus járvány. Érted? Most ott van. Tehát persze a Földön nem fog megszűnni, hogy az influenza járvány, meg a járvány, meg a
a nátha sem szűnt meg soha életbe, érted? Na most onnantól kezdve úgyse tudják azt mondani, hogy a bolygón megszűnt a koronavírus járvány, mert nem tudják mondani, mert most ott van délen, érted? De itt már nincs, és akkor miért van, vajon miért van veszélyhelyzet? Miért? De miért? Mert ez a diktatúrának megfelelő eszköz. Ennyi. Érted? Ezért. Tehát magyarul élünk egy diktatúrában. Csak a diktatúrában megnézed, ott volt egy éltünk diktatúrában, ugye még a 80-as években, 70-es évek, 60-as években diktatúra volt, de ott ugye hát nem szűntek meg a vállalkozások, meg a cégek, de koncentrálódtak, nem? Koncentrálódtak állami kézbe. Hát most is koncentrálódik, csak most az állami kéz az... azt úgy hívják, hogy lőrinc, az állami kéz, érted? Az az állami kéz, koncentrálódik. Szóval egy érdekes világot élünk, ahol játsszák az emberek a kis játszmáikat, érted? Megpróbálnak ugyanúgy élni, mint ahogy éltek a múlt században, meg ebben a században. De a mobiltelefon nem ebben a században indult el, hanem a múlt században, csak úgy mondanám. Mi indult el ebben a században? Semmi gyakorlatilag. Hát gondold végig, ebben a században mi indult el? Mi az új dolog a múlt századhoz képest? Mi? Egy dolgot mondjál. Mi, ami a új a múlt századhoz képest? Én nekem semmi nem jut eszembe. Akkor is volt tévé, most is van tévé. Akkor is volt mobiltelefon, most is van mobiltelefon. Akkor is volt internet, most is van internet. Mi az új? Nem érdekes? Van egy ilyen műszaki fejlődés, semmi új nincs. Megnéztem, nekem volt egy autóm, úgy hívták, hogy Fiat Chroma, 90-es években. Először egy benzinesen volt, utána egy dízel. A dízel a kisebbik volt, az 1.9-es, 94 lóerővel. Tudod, mennyi volt az átlagfogyasztása? 6 liter. És 95-ig gyártották a krómát. Érted? Tehát magyarul mit fejlődött az autóipar? Mit? Mit? Jó, a benzines az evett 8-at. Érted? Átlagba. A dízel meg 6-ot. Átlagba. Érted? Mit fejlődött? Mi fejlődött? Mi az, ami? Ja, hát akkor még nem voltak okos telefonok, meg most van. De mobiltelefon volt. Érted? Mi fejlődött? Mi az, ami új? Hm? Hát az, hogy hülyébbek lettünk. Az új. Érted? Az aztán tényleg új. És hagyjuk, hogy az orrunknál fogva vezessenek. Nem? Szó szerint. Szóval a lényeg az, hogy gondolkozzatok, jó? Gondolkozzatok. Gondolkozzatok. Tehát ez nem én találtam ki, ezt nekem válaszként adták, hogy azok, akik beoltották magukat, mivel elvesztették az Istenbe vetett hitüket, azt mondták az angyalok, hogy csá. Milyen angyalok? Az őrangyalok. Oké? Okay. Persze vissza lehet őket szerezni, ha elkezdesz változni, fejlődni. Azt látod, hogy az emberek változnak, fejlődnek? Hát én azt látom, hogy hülyülnek. Nyilván tisztelt a kivételeknek, persze. Hát basszus kulcs, föl fogod dobni a talpadat angyali segítség nélkül, előre mondom. Mész a temetőbe hamarosan. Az őrangyalaitok leszálltak rólatok, nektek annyi. Oké? Okay. Ha nem fejlődtök, mert nyilván ha elkezdesz fejlődni, veszik a gondolataidat, tudják, hogy mire gondolsz.
Miért? Te, ha őrangyal lennél, segítenél egy olyan embernek, aki nem hisz benned? Ha bolond lennél. Hát ők sokkal okosabbak, mint mi vagyunk. Ha gondold végig. Hát simán, simán hihettél volna az őrangyalodban, hogy nem fogsz belehalni most egy kis légúti megbetegedéstől. Hülye szülők, hát szegény gyerekek, komolyan mondom. Hát a gyerekeket lehet a legjobban sajnálni ezen a téren. Ahogy rávették a szülők a saját gyerekeket is. Tehát a kisgyerekekről beszélek. Hihetetlen. És akkor még azt is támogatják, hogy hát egy olyan nincs, ha megnéznék azt a mit tudom én hány tízezer halálesetet, amit felsorolnak a koronavírus.gov-on, érted? Megnéznék, hát egy gyerek sincs halálban, aki meghalt koronavírusban, egy se, érted? Miről beszélünk? Mitől fél? Ha mi nem féltünk annak idején a mumstól, meg a kanyarótól, meg stb. Érted? Semmitől. Elkaptuk, aztán túléltük, most meg a szülők kis szar ízétől, légúti megbetegedéstől befosnak. Érted? Tehát a gyerek szervezete kiröhögi ezt a betegséget. Szó szerint. Kiröhögi. Na mindegy, hát aki hülye, halljon meg. Hát erre jó a mondás. Ez van. Oké? Na. De életed, azt csinálsz, amit akarsz, nekem tök mindegy. Én tudom, mi a dolgom. Tudom, hogy minél több ember be kell vinnem az aranykorba. Érted? Ha nem visznek be az aranykorba, akkor megyünk arra a bolygóra, ahol már aranykor van. A többiek meg gempuljanak meg kint a izébe, érted? A kőkori bolygón. Hát ennyi. Hát azt hiszed, érdekel engem? Ennyi nekik. Ennyi. Oké? Hát a ilyen bolondok, nem lehet velük mit csinálni. Nem sajnálom őket egy picit se. És akkor ugye a gyerekek is jönnek, az emberek a gyerekekkel, hogy sajnálják a gyerekeket. De annyit mondanék, csak a gyerek választotta a szüleit. Oké? Minden gyerek maga választotta a leszületés előtt a gyereket, a szüleit. És onnantól kezdve, ha valaki hülye szülőket választott, akkor sajnos, bocs, ez van, megérdemli. Ennyi. No, hát ennyi. Na, ennyi fér bele, úgyhogy most bocs, hogy jól kiosztottam az embereket, ne, abban a célban, hogy jöjjön már meg az eszed. Érted? Ha itt simogatom a lelkedet, attól nem lesz változás. Csak akkor lesz változás, ha talál. Bocs, hogy talált. Jó? Szándékos volt. Hogy találjon. Jó? Úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek ezután, tanuljatok, jó? És akkor ugye majd van a mondás, hogy tanulj, dino, és ökör lesz belőled. Jó? Hát itt ha tanulsz, akkor nem ökör leszel, hanem egy értelmes lény, jó? Ez a lényeg. Úgyhogy szeretlek benneteket, sziasztok!